Szia! Mizu! Semmi különös, álmos vagyok. Igen, jó, hogy jöttél. Figyelj, kérdésem volna, nem hozták a tonhalkrémet, hogy viszont heringfilénk van. Milyen szendvicset csináljunk belőle? Mit rakjak bele? Hát legyen benne sajtkrém, legyen a heringfilé, kaprigogyó, citromkarikák, meg egysetleg egy kis főtt tojást is rakhatsz bele. Jó, oké. És nidling még esetleg, vagy ilyen balanszol. Lakatos Helena az egyik legsikeresebb magyar startup cég alkalmazottja. A Bistro junior menedzsereként dolgozik, főnökei elégedettek vele, kollégái szeretik őt. 4 gyermekével egy budapesti albérletben él, azt mondja szűkösen, de mindenük megvan. Helena pár évvel ezelőtt még alig ha tudta, hogy mi az a kapribogyó. Elképesztő utat tett meg, és a legmélyebb gödrökből kellett kikaparnia magát, hogy ma már azt tudja mondani, hogy boldog. Az ő története következik. Helénát a születése után egy kórházban hagyta az édesanyja. Állami gondozottként nőtt fel, 8 éves koráig egy nevelő otthonban élt. Anyukájával mi lett? Nem tudom. Soha nem láttam. Soha nem láttam. Annyit tudok róla, hogy körülbelül 17 vagy 18 éves lehettem, mikor azt a hírt kaptam, hogy elhunyt. Hova valósi volt? Mivel foglalkozott? Hogy Nógrád hívták? Megyében lakott, annyit tudok róla, érsekvadkerten, és Valériának hívták. Ennyit tud róla? Igen. Nem jutott eszébe, hogy megkeresse? De, rengeteget álmodoztam róla, hogy egyszer majd találkozom vele. És miért nem kereste meg? Egyrészt, mert gyerek voltam még, és csak inkább az álmaim voltak, álmodozásaim. Rengetegszer gondoltam rá, hogy kérdéseket feltegyem neki, hogy miért. Mit kérdezett volna tőle? Hogy miért hagyott el, a legfőbb kérdésem ez lett volna. Mi volt az ok, amiért ott kellett, hogy hagyjon a kórházban? Apukájától se kérdezte meg később? De apukám mesélt róla, annyit mesélt, hogy ők együtt éltek, és édesanyám állítólag így féle kacsingatott, meg voltak ilyen férfi ügyei, meg nem tudom mik. Apám elmondása szerint nem tudott róla, hogy velem teherbe esett, csak nekik meg szakadt a kapcsolatuk. És azt sem tudta, hogy én megszülettem. Tehát ott vágtam a szavába, hogy ön 7 éves koráig nevelő otthonba élt. Milyen emlékei vannak 8 éves koráig? Milyen emlékei vannak? A nevelő otthonról csupa jó emlékeim voltak. Körbe voltam véve emberekkel, jó emberekkel, nagyon szerettek engem. Visszaemlékszem, hogy nem nagyon sokat tartózkodtam bent a nevelő otthonba, mert volt kimondottan egy óvónő, aki folyton hazahordott hétvégékre, ünnepnapokra. Amire még emlékszem, hogy ez egy pici falu, Felsőpetén, és szinte az egész ember ismert engem, és szeretett mindenki. Hogy kivirul az arc, amikor erre gondol? Ez egy szép emlék. Igen, szép emlékeim vannak. Ehhez képest, ami ezután következett, az már nem volt ennyire erős, hogy kiegyensúlyozott? Hát nem, nem. 8 éves koromban örökbefogadott az édesapám. Akkor hirtelen megjelent, akkor találkoztak először? 7 éves koromban találkoztunk először, 7 éves voltam. Ő akkor tudta meg, hogy ön létezik? Igen, a munkahelyére kapott egy levelet, hogy én létezem, és hogyha föl szeretné velem venni a kapcsolatot, akkor itt és itt megtalál. Megrázó volt a találkozás? Fura, nem megrázó. Fura volt, igen. Egyszer csak jönnek emberek, és azt mondják, hogy az apukám, meg kapok egy öcsikét. Ez elég fura volt, miközben így előtte nem tudtam, hogy mi ez az érzés. Hány öcsike volt? Hány testvér? Egy öcsike volt még akkor, mikor engem örökbe fogadtak, aztán később jött még kettő. És akkor kapott egy pótmamát is, ugye? Igen. Ott önt befogadták? Szeretetet kapott? Hát apukámtól megkaptam a szeretetet. Anyukámtól nem sokat. Már a pótmamától? Igen, pótmamától. Tehát különbséget tett mondjuk a Igen, sokszor éreztem a különbséget. Rengetegszer éreztem. Próbált, nem tudom, lehet, hogy ezt így nem tudta, vagy nem az ő hibája, vagy nem tudom, de hát neki is gondolom csak így hirtelen jöttem, aztán így, vagy nem tudom, de nem kaptam sok szeretetet úgy tőle.
De apától megkapta azt a szeretetet, amit egy gyereknek hát, meg kell kapni. Amennyit kaptam. Uh-huh. Tehát a maga módján igen. Azért megpróbálta igen, ezt. Igen, próbálta. Aztán 14 évesen úgy döntött, hogy visszajön Bagra, vagy nem vissza, eljön Bagra, ugye? Igen. De miért? Arról senkinek nem beszélek, ez az a sztori, amiről nem beszélek senkinek. Úgy kényszerült, vagyis abban a helyzetben kényszerültem, hogy el kell mennem otthonról. Aha. És hát... Nem kell elmondani, csak nem, ugye találtam nem egy... Nem is fogom faggatni, tehát természetesen tiszteletbe tartom. De találtam egy olyan nyilatkozatot önnél, hogy az egész kálváriája, amit majd a nézők is mindjárt meg fognak ismerni, az egy gyerekkori traumából fakad, amit nem akar elmondani, de minden oda vezethető vissza. Önt érte valami, és az egész lejtmenet, pokoljárás, az ébredet... Ott kezdődött. Aha, értem. Amit most nem fog elmondani, hogy trauma. Csak annyit mondjon meg, hogy ezt ön földolgozta pszichológus segítségével? Nem. Nem. Nem is akar elmenni? Ezt hát már mondták egy páran, hogy jó lenne ezt kibeszélni. Évtizedeken keresztül őrizgettem ezt még magamba. Így jó, próbáltam jó mélyre tolni. Mikor tört fel? Vagy mikor szembesült azzal, hogy ez az eredő? A rehabon, mikor bekerültem a rehabra, drog használatom után. Szóval 14 évesen érte őt egy trauma, önt egy trauma, és úgy döntött, hogy onnan el kell jönnie otthonról. Igen. Miért pont Bag? Itt a 80%-a rokonom, és úgy gondoltam, hogy hát ha valaki be fog fogadni. És befogadták? Nem. Nem? Nem. Nem, senki nem fogadott be. Sokaknál próbálkozott, kopogott? Sokaknál próbálkoztam, de hát ennek az volt szerintem a fő oka, hogy rengetegen éltek, mint ahogy még most is élnek sokan, szegénységben, kilátástalanságban. Rengeteg gyereket kell nevelni. Mi lett aztán önnel? Mihez fogadt itt Bagon? Jött egy srác, az az itteni telepi. És hát neki tetszettem, és felajánlom. Szép lány lehetett, nem? Most is nagyon jól néz ki. Szép lány lehetett, valószínű. Ugye? Úgy volt udvarlója gazdagon, nem? Úgy nem. Képzelem, nem? Nem vagy akik legyeskedtek önkön, nem? Nem, távol álltam az emberektől. Akkoriban még a gyerekkori traumámnak köszönhetően nem nagyon beszéltem emberekkel. Annyira traumatikus volt az egész, hogy az emberek szemébe nem tudtam belenézni. Ha szólt valaki hozzám, akkor ilyen kétszavas mondatban elintéztem, és gyorsan menekültem. Nem nagyon mentem emberek közé. És hát jött ez a srác, és bennem az volt, hogy valahol lennem kell. És hát felajánlotta azt, hogy ő szeretne velem együtt élni. Mint nő? Mint nő, igen. Uh-huh. Mint nővel. És belement? Bele kényszerültem. Nem volt más lehetőségem ahhoz, hogy valahova el tudjak menni. A fiú szerette? Ő szeretett, igen. Későbbiekben valamennyire megkedveltem én is őt, mert nagyon-nagyon rendes volt, odaadó, törődött velem. Csak aztán egy nap három... Megkedveltem, azért ezt a szót használom, az, hogy megszerettem. Megkedveltem. Igen. Összeszűrt a levet egy lányjal. Értem. Amit én megtudtam, és kétségbe esettem, elmenekültem onnan. Nem tudtam, mit évő legyek. És akkor apámékhoz mentem vissza utána. Nagymamámmal találkoztam a faluba, sírva mentem a faluba, falu felé, lefelé. És nagymamámmal találkoztam, a nagymamám hazahozott, itt kibőgtem magam neki. És akkor jött mostohanyukám, értem, hogy menjek haza. És hát hazamentem, csak hát ott meg nem volt jó. Nagyon rosszul éreztem magam ott. Helena 17 éves volt, amikor megismerkedett egy 10 évvel idősebb fiúval. A lány megszerette a férfit. Ma már azt mondja, hogy ő volt az első, akiről azt érezte, hogy törődik vele. A Bagi Roma telepen éltek. Előbb fiúk született, majd egy ikerpárnak örülhettek. A segédmunkásként dolgozó férfi mind gyakrabban nyúlt a pohár után. A gyerekém apja ivott, hát gyakran volt részeg, azt nem szerettem. De nem bántotta? Elején bántott, a kapcsolatunk elején. Volt olyan, hogy nem tudom, volt egyszer, hogy elájultam, úgy megrúgott. Úgy megrúgta? Aha, de... Utána későbbiekben meg már nem nyúlt hozzám, ahogy megszületett az első gyerekem, onnantól már nagyon-nagyon kötődött hozzám. Ő nagyon hirtelen halt meg, ugye? Igen. Szűken, de jól éltek, és akkor beütött ez a tragédia. Így van.
Nagyon összetört? Igen, hát elvesztettem azt az embert, aki mellett biztonságban éreztem magam. És maradt három kisgyerekkel? Három kisgyerekkel, egy 3 évessel és 2,5 hónapos ikrekkel. Ha jól tudom, akkor itt élt ebbe a házba, ugye? Igen. Hány évet élt itt? Körülbelül 2,5 évet. Akkor milyen állapotban volt ez a ház? Hát ez a része, még így a tetőrész is jobban nézett ki, nem volt ennyire megsüllyedve, és ott az a hátsó rész, ami most így eléggé ilyen romokból összealakított, nem tudom, helység, vagy nem tudom mi az, az még így be volt fedve az egész, vagyis hát így hosszabb volt. De belülről tudni kell, csak így egy kéthelységes valami volt, ami víz sem, meg sem. Víz se volt? Nem volt víz sem. Hogy tisztálkodtak? Hát úgy, hogy van itt följebb egy csap, ilyen kinti, és onnan hordtuk a vizet. Bármilyen perspektíva volt ön előtt, jövőkép? Nem. Nem láttam a jövőmet, egyáltalán nem láttam. Párja halála után beleszeretett egy férfiba, aki kevésbé viszonozta érzelmeit. 4 hónapos terhesen váltak el útjaik. A telepen kiirthatatlanul kezdett terjedni a drog. Szinte mindenki használta a szert. Helena akkori párjával mind jobban a drog rabjává vált. Honnan volt maguknak erre pénzük? Családi pótlék. Volt, aki lopott érte. Én például rengetegszer elköltöttem a családi pótlékot. Amit kapott a gyerekekre, az drogra költött. Drogra költöttem. Mivel kezdett? Extázival kezdtem, aztán később áttértem a speedre. Több fázisban volt az egész történet, a 8 éves drogozásom. 8 évig tartott? 8 évig tartott. Volt az első fázis, mikor belőttem magam, akkor nagyon-nagyon jól éreztem magam tőle. Boldog voltam, nem kellett a gondokra koncentrálni, tele voltam szeretettel. És hát volt a következő fázis, amikor azt vettem észre, hogy már nem ad semmit. De még valamennyire korbadában tudtam tartani. És volt az utolsó fázis, amikor már az volt, hogy úgy keltem nap mint nap, hogy nekem kell. És egyszerűen nem tudtam nélküle élni, mint másnak az ennivaló. Létszükséglet volt. Gyerekeket el tudta látni, vagy arra azért próbált? Az első időszakban valamennyire igen, aztán egyre inkább nem. Az mit jelent, hogy nem? Mennyire nem? Hát leginkább már magukat nevelték a gyerekeket. Gyerekek meg rám vigyáztak legtöbbször. Már önre vigyázni kellett? Már rám vigyázni kellett, mert milyen értelemben? Én már ilyen őrületekben voltam, öngyilkossági kísérletektől kezdve. Többet? Többször megpróbáltam? Többször megpróbáltam túladagolni magam. Direkt? Te tudta, hogy ez szándékosan. Már... Szándékosan. Megmentették? Nem mentettek meg, egyszerűen nem bírtam azt a mennyiséget föltolni, amitől meghaltam volna. Neked vannak arról élményeid, amikor ő drogozott? Hát sokszor láttam már úgy, de olyankor nem voltam otthon, mindig elmentem otthonról, de sokszor láttam azért. Hát nagyon-nagyon szar volt úgy látni őt. És milyen ezért... volt ő akkor? Hát homályosan emlékszem már, nagyon nem szoktam erre gondolni. Hát ilyen nyugodt, és az olyan, mintha más, nem tudom, más, teljesen más. Mintha nem ő lett volna. Igen, igen, igen. Még óvodás voltam. És ti akkor, vagy akár a testvéreid, vagy te, akkor nem kérdezted tőle, hogy ezt miért csinálja? Nem, nem kérdeztem. Nem nagyon fogtad fel te akkor Isten igazából, mi történt? Igen, igen. Ott nagyon sok mindenki csinálta, és azt hittem, hogy ez így ilyen normális dolog. Ön látta, hogy nagy a baj? Igen, láttam. Én mindent láttam, mit csinált, mit nem. Sok méltatlan helyzet volt? Igen. Nem törődött a gyerekekkel, ott hagyta őket az óvodába. Az óvónéni kihozta, pont itt tette ki őket a kocsiból. És az én anyukám ide szaladt, hogy elvegye őket. Mert azt mondta az óvónéni, ha valaki nem vállalja el, azonnal vissza az aszódi gyámhivatalba. És nem engedtük. Óha. Igen. Sajnos ilyenek is voltak. Az utolsó 7 hónapban tértem át speedről ezekre a designer drogokra, Kati meg a társai.
Azok a leggyalázatosabbak. Igen, igen. Hát olcsón be lehet szerezni, és nagyon-nagyon pusztítanak. És hát 7 hónap leforgása alatt körülbelül 30 kilóra lefogytam. 30 kilóra? 30 kiló volt? 30 kilóra fogytam le. Annyi volt bennem kb. 30 kiló. És hát így megvoltam már teljesen kattanva, be voltam zárkózva. Helena párja eszelősen féltékenyé vált. Mind gyakoribbak lettek a jelenetek és a balhék. Párjával minden gondolatuk a drog körül forgott. Aztán a férfi egy csavarokból álló léccel félholtra verte a lányt. Egy szomszéd segítségével sikerült kimenekíteni a 4 gyereket. A férfi bosszúból a gyámügynél mindent elmondott Helena a drogfüggőségéről. Azonnal el akarták még aznap vinni a gyerekeimet, és kértem egy 7 haladékot, hogy nekem kell egy 7 haladék, mert fel szeretném készíteni a gyerekeimet. És megkaptam az 1 hetet, aztán elvitték tőlem. De ahogy belettem hivatva a tanácshoz, mármint a családgondozóhoz, és megtudtam, hogy elveszik tőlem, én nekem ott volt az a pont, hogy nekem most már le kell állnom. Én onnantól nem nyúltam hozzá. Hogy mesélte el nekik mindaz? Hogy magyarázta el, hogy itt most következik valami egészen új dolog, mert anyának el kell menni drogelvonóra? Igen. Próbáltam velük beszélni. Itt jött létre a levél is, amit később az Anna olvasott el az egyik lányomnak, Vandának, meg hát a Vanda után a többi gyereknek is. Anna a mentora, tehát a családsegítő. A Vanda mentora. Ő nem családsegítő, hanem ő a Bagás Közhasznó Egyesület tagja. Drága, szépséges lányom Nati, azért írom ezt a levelet, hogy megértessem veletek, hogy egy kis időre el kell válnunk egymástól. De ne ijedj meg, csak 1 hónapról van szó. Amíg ti egy olyan családhoz kerültök, akiknél biztonságban lesztek, ők fognak egy kis ideig gondoskodni rólatok. Ez idő alatt én egy olyan helyre megyek, ahol meggyógyítanak engem. Édes kicsi lányom, a szívem darabokra hullott a fájdalomtól, hogy szét kell válnunk. De mindannyiunknak erősnek kell lennünk, és kitartanunk ahhoz, hogy a célunkat elérjük. A célunk az, hogy egy új életet, boldogabb és szebb jövőt teremtsünk magunknak. Arra kérlek titeket, drága életem, hogy vigyázzatok nagyon egymásra. Egyetértésben, szeretetben legyetek mindaddig, amíg én nem lehetek veletek. Mondd meg a többieknek is, hogy nagyon-nagyon szeretem őket, drága kicsi gyermekeim. Bízok benne, hogy hamar letelik az az 1 hónap, és újra együtt leszünk. Akkor te haragudtál rá? Vagy mit éreztél? Szomorú voltál? Hát igen. És abban ti biztosak voltatok, vagy bíztál benne, hogy ez egy olyan folyamat, aminek majd lesz vége? Tehát, hogy lesztek még együtt? Igen. Vártam az 1 hónapot, hogy mikor lehetünk újra. Havonta találkoztatok? Igen. Közben milyen volt a kapcsolatfelvétel? Leveleztetek jobbára? Igen, igen. Folyton tartottuk a kapcsolatot. Volt, amikor nem tudtunk, mert hogy a nevelőszülők olyanok voltak, hogy utálták anyút. Ja, ti nevelőszülőtök. Igen, igen. Ők milyen emberek voltak? Nagyon rossz emberek voltak. Veszekedtetek sokat? Hát inkább anyút ócsárolták mindig is, ami nagyon szorul esett. Ti megvittétek? Mertetek szólni? Nagyon nem mertünk szólni. Mennyi ideig voltatok ott? Végig, amíg anyukád ezen a... Szerintem 1 év, 7 hónap. Jól emlékszem. 1 év, 7 hónap. És ti közben gondolom azért folyamatosan láttátok, hogy anya hónapról hónapra jobban van. Igen, igen, igen. Nagyon büszkék voltunk rá, és mindig számoltunk minden egyes napot, hogy mikor mehetünk hozzá. Bízott ön abba, hogy lesznek még egy család? Igen. Igen. De mit tápláltad? Nem láttam, hogy hova tudok eljutni. Ami előttem volt, az, hogy én nekem vissza kell őket szereznem. Bármi áron. Rég lett a... A
Az mennyire volt kétséges, akár szakember szemmel is kérdezem önt, hogy visszakapja-e a gyerekeket? Az kétséges volt. Igen, hogy ez látszott, hogy nehéz út lesz. Drogfüggő anyukának nehéz visszakapni, érthető módon nehéz visszaadni a gyerekeket, hiszen a kétség ott van, hogy vajon mi lesz. Nem csak a drogfüggés természetesen az a szempont, ami miatt ez nehéz volt az ő esetében, hanem egy egyedülálló, 8 osztályt végzett, nem volt még addig munkahelye. Tehát nagyon sok olyan faktor volt, amiről azt valószínűsítette, hogy nem fog sikerülni találni egy olyan egzisztenciát megteremteni, ahova vissza lehet hozni a gyerekeket. Tehát a drogfüggés az egyik része volt. Sokat szenvedett ott? Már fizikai tünetekkel jár egy ilyen leszoktató program? Fizikai tünetei nem nagyon voltak. Már inkább csak az, hogy így magamba zárkóztam nagyon, és nem akartam megnyílni az emberek felé. Egy hónapig tartott az, hogy így magamba voltam teljesen fordulva. Hiába próbáltak rávenni arra, hogy beszélnem kell. Én nem beszéltem, és akkor fölvetették nekem azt, hogy ha nem tudok beszélni, akkor írjak ki magamból mindent. És hát én elkezdtem írni. Megmutatta valakinek? Nem. Azóta se? Hú, hát akkor ott sok minden lehet. Igen. És arra emlékszel, amikor kiderült, hogy találkoztok újra, és most már együtt lesztek? Azt hiszem, 2013. december 13-án péntek volt, valahol péntek azt 13, igen, emlékszem. Igen, emlékszem. Leírod azt nekem? Hogy elmeséled, hogy milyen volt ez a találkozás? Vagy mit éreztél belül? Akkor egy másik nevelőszülőkhöz kerültünk. És hát ott már sokkal jobb volt. Ott a nevelőszülők alig akartak elengedni, mert nagyon megszerettek minket. Mind a hárman ugyanannál a szülőnél voltatok? Igen, igen. És hát ez ilyen nagyon hirtelen jött, és nagyon-nagyon-nagyon örültünk. Hát leginkább örültünk, de az is rossz volt, hogy ott hagytuk azokat a nevelőszülőket, akiket nagyon megszerettünk. Nem az előző, hanem a második. Ez már a második, igen. Igen, igen. Szóval nagyon jó volt végre. Alig vártam már, hogy lássuk az új otthonunkat anyuval. És akkor volt nagy sírás, rívás meg egymásba. Igen. Kapaszkodás. Igen, nagyon. Egy szúton alig engedtük el egymást. Azóta se engeditek el. Nem. Azóta sem. Akár ennyi idő után is fontos szerintem a kérdés, hogy egy anyába bűntudat van, amiatt a 8 év miatt, vagy amiatt a másfél év miatt, amikor a gyerekeknek máshol kellett élni? Természetesen nagyon-nagyon rossz érzés visszaemlékezni ezekre a dolgokra. És hát nagyon utálom olyankor magam még mindig, mikor jönnek vissza ezeket a régi ocsmányképek, így előtt elém jönnek, és hogy vissza kell emlékeznem dolgokra, és legfőképp az, amit a gyerekek átéltek. Ez bennem így lehet, hogy örökre meg fog maradni. Szemrehányást tettek önnek emiatt bármikor is, akár csak egy fél mondat erejéig is? Nem. Soha? Ez milyen érdekes. Nem. Még egy indulatosabb pillanatukban se. Nem. Még a fiúk se. Nagyfiam volt már. A nagyfiam az egy másik történet, a legidősebbik fiam. Szóval ő még sajnos neki nem siker. Mikor ők nevelőszülőkhöz kerültek, ő 12 évet betöltötte, ezért nem kerülhetett nevelőszülőkhez, hanem egy lakásotthonba. Csak hogy ő onnan megszökött, visszajött a telepre, megcsinált egy rablást, és belenyúlt a drogba is. Bekerült egy javítóintézetbe, és hát onnan kijött, próbáltam neki is megteremteni a körülményeket, csak hogy azt hiszem, hogy ő az egyetlen gyerekem, akibe ez mély nyomokat hagyott. Ugye erősen drogfüggő? Igen. Igen, belenyúlt ő is a drogba. Remény van, hogy ez változzon? Van? Remény mindig van. Honnan meríti maga a remény, bevetett hitét? Mert semmi sem lehetetlen az életbe, én úgy gondolom. Hát az ön példája is bizonyítja. Az biztos. Hordja maga keresztit. De bírja? Hát, túltenni nem fogja magát.
látni lehet róla, meg sokszor fel is hozzuk ezt a témát. De az a jó benne, hogy erős most, és nem esik vissza. Önök bíztak benne, mikor ő elment rehabilitációra, hogy ezt végig fogja csinálni? Nem. Nem? Nem. Nem gondolta volna, hogy végig csinálja? Nem. Olyan állapotban volt, vagy nem gondolta, hogy innen még vissza nem, lehet jönni? Nem gondoltam arra, hogy majd 6 hónap után úgy jön haza, mert ugye el volt zárva 6 hónapig, kisebb esek, telefonon se tarthatta a kapcsolatot senkivel. Én nem bíztam benne, mert én láttam, hogy miket művel. És most büszke vagyok rá, büszke. Mert sikerült neki, igen. Mi lett volna belőle? Hát ha valaki, akkor maga tudja, ha ő itt marad. Szerintem meghalt volna már rég. Igen? Túladagolásba. Helena, amint kijött a rehabilitációról, hogy visszakaphassa gyerekeit, azonnal munkát keresett. Mostani főnökei kimondottan egy hátrányos helyzetű embert szerettek volna helyzetbe hozni, így hamar egymásra találtak. De korábban nem volt könnyű dolga. A munkahelykeresés néha nem várt akadályokba ütközött. Kipróbáltam az egyik ismerősömmel, hogy először bementem én nem kaptam munkát, aztán volt olyan, hogy egy szőke kékszemű srácot beküldtem ugyanabban, ugyanarra a helyre, és őt meg felvették. Úgyhogy igen, többször volt már ez, hogy... Nagyon nekek is eredik az ember ilyenkor? Igen, igen, mert sajnos a mai világban, vagy nem tudom, biztos már rég így van, de hogy nem az embert nézik, hanem a származást leginkább az emberek. Ezzel az ember hogy tud tenni, ha történetesen érintett? Két lapáttal még inkább rátesz? Igen, igen. Iszonyatos energiát kell abba belefektetnünk, hogy igenis megmutassuk, hogy mi is tudunk, mi is képesek vagyunk dolgok elérésébe, és mi is olyan emberek vagyunk, mint a normál emberek. Ami a lényeg, hogy én mindenképp meg szeretném tartani a munkámat, mert nagyon-nagyon szeretek itt dolgozni. Még mindig, pedig már 4,5 éve dolgozom. 4,5 éve? Igen. Igen, és még mindig nem tudok betelni vele. Saját magának is szeretne bizonyítani, hogy ő igenis egy értékes ember egyébként, és értékes ember, de ezt saját magának bizonyítja nap, mint nap. És ebben egy megerősítés is kell neki itt a kollégák által, hogy igen, jól csinálod, igen, ügyes vagy, mert nem hiszi el. Tehát gyakorlatilag mai saját magának... Nem, nem, nem. És fél a kudarctól. Fél a kudarctól? Fél. Mi van, ha találkozik vele? Kudarccal? Először pánikba esik, és utána átgondolja, felülkerekedik rajta és megoldja. Röviden, tömören. Először csak 4 órába dolgozott, teljes felelősség nélkül, stresszmentes munkákat tudott végezni, és akkor ahogy láttuk, hogy adaptálódik a szituációhoz, meg egyáltalán, hogy kényelmesebben tudná mozogni, úgy növeltük a terhelést. Egyébként ez az eredetileg képzeltnél gyorsabb ütem lett végül is, mivel hogy a Helena is nagyon agilis volt, és nyitott, és akart fejlődni. Szerintem ő tök tehetséges ember. Mondom ezt akkor is, ha itt ül. Azon gondolkodtam, hogy ez a történet azért valahol egy rémdráma, tele valami egészen hátborzongató tragikummal, meg valahol egy tündérmese. Igen, én azt gondolom, egyébként én valamennyire istenhívő vagyok, és azt gondolom, hogy mindennek a sok rossznak meg kellett történnie ahhoz, hogy most idáig eljussak. Mert ha nem történik meg ez a sok szörnyűség, ami eddig megtörtént velem, mint ahogy a gyerekeimet is elveszítettem, akkor talán még máig itt nyomorgok. És ez volt az ára, hogy ön most egy fővárosi menő cégnek legyen a munkatárs, és kitörjön mindenből? Én úgy gondolom, hogy igen, igen. Nem volt ez túl nagy ár? Nem tudhatjuk, hogy Isten mit jósol, vagy mit akar tőlünk. De még így is bevállalja, vagy még így is azt mondja, hogy megérte. Tehát ha ez volt az ára, hogy innen kitörjön, és nyugalmas élettel legyen... Lehet, hogy másképp én nem törtem volna innen ki. Már egy csomószor elgondolkoztam ezen, mi van, ha... És nem tudtam volna másképp... Vagyis, hogy mondjam, nem láttam volna én az esélyét, hogy kitörjek innen, elmeneküljek innen, vagy elmenjek, vagy egy jobb életet teremtsek a gyerekeimnek. Azt mondta itt az egyik unokatestvér, amikor oda mentünk hozzá, hogy olyan, mintha kicserélték volna, mert vidámkodik állandóan. Igen. Boldog vagyok. Boldog?